Sziasztok, Noé vagyok. Hát, ismét eljött egy új kis momentum, amit meg szeretnék nektek mutatni ebben a szerkesztőben. Nagyon egyszerű dolog, igazából hátteret, hogyan lehet egy képből készíteni, azt szeretném megmutatni. Aztán lehet belebonyolódok valami képkészítésbe, nem tudom, nem terveztem el előre, mi legyen a leckébe. Minden esetre most kezdjük azzal, azt hiszem, hogy keresünk egy... Hopp, na, milyen jó. Találtam, és van itt egy jó kis festményem. Keresünk egy szép képet. Ezen szépnek tűnik ez a virág, ami rajta van. A váza kicsit nekem erős színű. Ezért most én uncutkodni fogok ezzel a képpel. Csak azt jelölöm ki belőle, ami nekem kell. Méghozzá ezt a virágrészt. Tehát fogom a kis szelekciontollamat, és így kijelölöm ezt a virágos részt, fogom copy, és csinálok belőle ide egy új képet, méghozzá úgy, azt hiszem ezt még nem is tanultuk, hogy paste as new image. Így ha rákattintok, itt már itt is ez a kép. Ebből fogunk most egy hátteret készíteni, ami nagyon-nagyon egyszerű, nem szabad tőlem megijedni, végtelen egyszerű dolog. Annyi, hogy itt az effekteknél lenyitod, és megkeresed ezt az image effektet, és ezt a szem... Na, nem tudom kimondani szokás szerint, mert még mindig nem tudok angolul. Szemle stillingre rákattintok, és már látszik is, hogy a mintája az megváltozott itt, nekem ez be van jelölve, hogy mutassa, hogy fog kinézni. Kicsit így hagyom a képernyőt, ha gondoljátok, állítsátok meg, és akkor így érdemes beállítani, ahogy nálam van. Hát mondjuk ez lehet 0-0 is, de így is jó, teljesen mindegy, tehát a pöttyök itt legyen bepipálva, és így legyen beállítva, akkor lesz szép az a háttér is folytatólagos, mert mindjárt meg is mutatom, hogy mire gondolok. Ezt akkor én most itt leokézom, mert nekem ez így jó. És ebből most tulajdonképpen mi is lett nekem? Egy pattern. Megmutatom, hogy rákattintok, és ide megyek a patternbe, és itt legfelülre húzom a csúszkámat, és itt látszik, hogy itt van, ennek a neve Imás 24, itt van ez a képem is, és tulajdonképpen az eredeti képem is itt van. Hoppá, közben meg akartam mutatni. Na mindegy, erre rákattintok. De itt van az eredeti képem is, amit ide lecsuktam. Ide lecsuktam ezt a képet. Ez az eredeti, ez pedig a pattern, amit csináltam belőle. Ezt leokézom. És most ugye meg is nézem, hogy ez mekkora... Ez a kép 639x226-os. Na most, hogy lássátok, hogy hogyan is lehet ezzel dolgozni, úgyhogy nyitok egy 700, kicsit nagyobbat, 700x500-as képet, és először is választok ebből két színt, habár előbb megmutatom, hogy néz ez ki. Tehát ezt itt most leokézom, itt van ez a kis mintám, és fogom, rákattintok a bödönömre, és kitöltöm, és látod, az egész olyan lett, mint itt ez a kis kép, és folytatólagos háttereket lehet így készíteni. De ez így nagyon erős, tehát háttérnek ez nagyon erős, erre ha írsz akármilyen színű betűvel, ez nagyon-nagyon erős lesz, ezért... Ezt én lehalványítanám, méghozzá úgy, hogy ezt most visszavonom, tehát üres a hátterem. Veszek ebből a képből két színt. Ezt azért csinálom mindig, hogy mindig az adott képből veszek színt, hogy maga az egész harmonizáljon, mert most ha egy hupililát vennék és abba raknám bele, akkor nem volna éppen egy jó dolog. Valami kéket. Hát jó lesz ez a kék, és a másik színem meg legyen, az pedig ez a világos. Ez sem egészen fehér, látod a lilának az aljánban. És
és ebből a kettőből fogok készíteni egy gradientet. Itt van már is. Ezzel kitöltöm a lapomat, és az előző leckébe, az ötös leckébe, ott már tanultunk egy kis effektet használni, méghozzá a Muromeister Claude-ot. Most nem ide fogok kattintani, mert előző szerkesztésemnél is használtam, és akkor ezt most meg is lehet tanulni, hogyha használtok egy effektet, akkor itt van az alján az, amit használtatok utoljára, mindig itt megjelenik, ha rákattintok, akkor be is fog jönni. Be is jött. Ez a szín volt eredetileg, de én azt akarom, hogy ezekből a színekből csináljon felhőcskét, és most meg is csinálja nekem ott a felhőcskéket. És most erre rakok egy új réteget, Nullaster Layer. Ott van az új rétegem, most kikeresem itt szépen a patternemet, amit az előbb, ezt az Image 24-et, leokézom, kiöntöm a bőrönnel. Itt most még ugye nem történt semmi. Mindig ide visszamegyek a kezecskére, ezt már sokszor elmondtam, most is elmondom. És itt, hogyha az opacity-re rámegyek, látszik ott most a videón is biztos, hogy kiírta, hogy opacity 0-tól 100%-ig. Itt a képnek mindig az áttetszőségét lehet állítani. Magyarul most 100%-os a képem. Már az előbb is mutattam egy előző leckénél. Ha ezt leveszem 50-re, nézd meg, akkor így fog kinézni. Viszont, mielőtt ezt én megtenném, ahhoz, hogy ez valóban jól működjön, ezt az alsó képemet, ezt a felhőcskét, most ezt becsukom a szemet pillanatra, elég világos színekből van, ezért a videó nem biztos, hogy jól látszik, de azt akarom, hogy ez is folytatólagos legyen egy háttérnél, akkor érdemes úgy megcsinálni, hogy effekt, ismét ezt használjuk, image effect, seamless stealing, tehát erre, ha rákattintok, leokézom, akkor itt is ugyanúgy működik a dolog, mint a fölötte lévő rétegnél, tehát nem fog úgy külön életet élni, hogyha én ezt most lehalványítom 50%-ra. Nem jót csináltam, mert nem azon a rétegen álltam. Na látjátok, én is el tudom hibázni. Tehát ide megyek arra a rétegre, amit le akarok venni. És itt ezt leveszem 50%-ra. Így. És akkor már is látod, hogy halvány. Ez egy halvány, szép kis háttér lehet bárminek, és erre lehet írni. Hát, hogy ne hagyjunk félbe semmit se, azt hiszem, hogy fogok folytatni, és készítünk rá valami képet. Egy-két módszert megmutatok a képkészítés közben, hogy lássátok, hogy mi mindent lehet itt csinálni. Kérünk egy új réteget a kép tetejére, de igazából most ettől függetlenül, hogy kértünk egy új réteget, majd mutatok valamit. Azt mondja, hogy a szelekciónál is lehet sok mindent csinálni. Most a szelekciónál rákattintok erre, és itt ezt még nem tanultuk eddig. Ha én ezt lenyitom, akkor itt vannak különböző kijelölések. Ez a négyszög kijelölés, van itt ellipsz, van itt kör alakú, ez a circle, a sztár, az csillagok. Tehát ezeket lehet kísérletezni, van háromszög, ötszög, hatszög, hétszög, tehát mindenféle szög is van, lehet vele kísérletezni. Most én azt hiszem, hogy kipróbálok egy ilyen ellipszét, és nagyjából, de ha itt alól nézed, itt mindig látszik a képpont, hogy mennyi. Tehát ez most azt írja, hogy 684-499, ahol én járok, de itt, ha én belerakom a kis, tudom, hogy 500 magas a képem, tehát 250-re megpróbálom bekalibrálni. Azt mondja, hogy 250-re, mert az a fele lesz. Alól, ha figyeled, akkor 250, és mondjuk legyen itt egy 200. 200 és 250, jó, ez így, nem baj, hogy nincs egész 200. És most elkezdek húzni egy kijelölést.
egy oválist. Kicsit kisebbre veszem. Lehet szélesebb. Így. Most látszik a kijelölésem. És csinálok neki egy szép kis keretet ennek a képnek, amit majd ide majd valamit kitalálok még fogalmam sincs, hogy mi lesz a vége, csak így meg szerettem volna nektek mutatni, hogy lehet mást is kijelölni, nem csak nézetes kijelölés van a szerkesztőnél, hanem sokkal többféle. És most itt az új rétegemen állok, és fogom a bödönömet, és ezzel a kék színnel ezt kijöntöm, és már tanultuk egyszer-kétszer, már mutattam, hogy szelekción, és ezt a modifit sok mindenre lehet használni, és most befele veszünk a kijelölésből, tehát a kontraktra rákattintok, csinálunk neki egy keretet, elég szerintem egy 6-os keret, tehát egy 6-os keretet csinálunk neki, leokézom, úgy, mint amikor a négyszöges kijelölést megcsináltuk, és csináltunk egy arany keretet az előző leckébe. Most úgy csináljuk ezt a kis kék keretet, leokézom, és most nyomok egy delete gombot. A billentyűzeteden keresd meg, megnyomod, és most alig látszik, a kijelölés az azért látszik. Select non, mert ugye nagyon halvány színt használtam. De most, ha már ilyen halvány színt használtam, akkor most huncutkodjunk még egy kicsit, megtanítom nektek, hogy hogyan is lehet ezt átszínezni valami élénkebb színre, ami esetleg jó lehet ehhez a képhez. Most itt fogok keresni ebbe az eredeti képembe valami kéket. Na szóval ott tartottunk, hogy kerestem egy színt a kis alapképemből. Azt hiszem, ez jó lesz, aztán majd mi kiderül, leokézom, és most megmutatom, hogyan lehet ezt a kis, alig látható oválist átszínezni. Na, itt nekünk egy nagyon okos kis dolgunk, itt lehet fényt adni, meg sok mindennel lehet itt kísérletezni, de az átszínezés, ez a Change Top Target, megint nem tudom kimondani, de nem baj. Tehát erre kell rákattintani, nekem mondjuk alapból az volt bent. És látod, van itt egy ilyen szép kis kör alakú akármi, most nyomom az egeremet, és mindjárt tudom színezni arra a színre, ami itt van. Látod? Átszíneztem. Egy kicsit kékebb lett, amivel egy kicsit kiemeltem ezt az oválist, így jobban látjátok ti is. És még csinálok egy kis huncutságot, kijelölöm, és itt alól lemegyek ide alá, az alatta levő rétegre, és nyomok egy delete-et. És most ezzel csináltam egy szép kis képkeretet. Igazából lehet képkeretet is így készíteni, tehát sok mindenre jó ez a kijelölés, meg a delete gomb, meg az átszínezés. Most a szelekciót ezt el is tüntethetem, tehát már nem muszáj kijelölni. Itt még annyit tudok megtenni, hogy egy kicsit megnézem, hogy néz ki domborítva. Ezt a effekteknél tudom megcsinálni, az inner bevellel, 3D-s effekteknél. Most azon a rétegen állok, ami a kör alakú. És látod, már most valamilyen szinten lomború. Elég ez az egyes, ajjaj, nagyon-nagyon elég. Leokézom, és még egy dolgot meg tudok tenni, hogy az effekteknél teszek rá egy kis árnyékot, vagyis alá egy kis árnyékot, megnézzük, hogy úgy, hogy néz ki. Ez sok, tehát elég egy kettes, és itt érdemes szerintem egy 50-re visszavenni azt a fekete színt, de egyébként lehet itt állítani a színt is, tehát nem muszáj ennek feketének lenni, lehet ez sötétkék is, és akkor talán még szebb, akkor nem muszáj így visszavenni az áttetszőségét ennek a színnek. De ez így elég, tehát fölösleges, hogy mondjuk nézd meg, itt 100-asra rakom, hogy így milyen, itt csúnya. Tehát elég egy 50-es. Ide. Leokézom.
és akkor olyan kicsit háromdimenziós mindjárt a kis keretem. És mire jó ez? Hát, hogyha ide rakom az alsó rétegre a kis ezt, erre állok rá, és rakok rá egy új réteget, jó lesz, ezt elválja, akkor tudok rá, alá valami képet tenni. Mondjuk keressünk valamit, ami tetszene. Szeretem ezeket a festményeket, olyan jól mutatnak, olyan szépek tudnak lenni. Keresek valami olyat, amit talán be... Azt hiszem, hogy ez a hölgyike itt jól néz ki, igaz? Tehát ezt itt most kiveszem. És ebből csinálunk egy arcképet. Méghozzá úgy, hogy ráállok ide a kijelölésre. Visszamegyek a négyszöges kijelölésemre. Elég nekem az arca, a pofia nagyjából. Azt kijelölöm, copy, és a Paste New Image-gel készítek egy új képet. Ezt be is zárhatom, erre már nincs szükségem. Nem mentjük el ezt a változtatást. És ebből csinálunk egy maszkot. Maszkos tubét, jobban mondva. Megint el fog tűnni a képernyőm, lehet. Vagy nem. Be kell tőle, karika látszik, hogy töltődik a maszkom. És itt van valahol az én kis 20 kötőjel 20-as maszkom, igen, ő az. Rákattintok, és lett bele egy tube. És mielőtt itt kopiznám, mit csinálok? Szépen összevonom a rétegeket a merge gruppal, hogy nehogy azt a kis maszkot másoljam, már kicsit furcsa lenne. És most itt állok ezen a rétegen, és beteszem ide ezt a hölgyet. És csak milyen jól néz ki. Úgy nagyjából úgy beteszem. Nem kell a kijelölést megszüntetni, méghozzá elmondom miért, mert mi szépen a radírunkat elővesszük, és alatta, hogy nehogy átlátszódjon, kiradírozzuk itt szépen körbe ezt a tubét körbe. Hoppá, ott beszaladtam itt egy kicsit, úgyhogy egy kicsit visszanyilazom. Szerintem így jó lesz. Így rendben leszünk. Jó, és most már a kijelölést megszüntethetem. Tehát ott van egy ilyen kis női alakunk. Viszont szeretnék én erre valami virágot, vagy valamit kéne találni, de mit tegyünk alá? Ha már egy benne vagyunk, akkor megtanulunk még egy dolgot. Méghozzá a preset sápét használni. Ilyet nagyon sokat lehet találni szintén az interneten. Ezt a szöveget beírod, hogy preset sáp, és bead a képeket, válaszd, és befogadni egy csomót, és a MyPSP file, tehát a dokumentumok MyPSP file preset sáp mappába tedd be, úgy, ahogy kapod, és akkor mindjárt erre rákattintok, be fogja tölteni. Most éppen nekem ott egy nyilacska van, de keresünk valami olyat, ami esetleg mutatna ott valami díszt. Kicsit bonyolult, mert nem sokat kitöröltem már. Na, ezek jók. Például ezt. Szerintem ez jó lesz. Legfeljebb kidobom a képet, ha mégse tetszik. És itt kiválasztom a színt, amivel szeretnék dolgozni. Mind a kettő kék lett nagyon. Úgyhogy azt hiszem, az egyiket fehéré próbálom tenni. Miért lett ez nekem kék, folyamatosan kék? Ja, igen, mert mind a kettő kék, tehát nem akar átállni a szín valamilyen oknál fogva. Nem okéztem le. Ennyi. Jó, mind a kettőt
beleteszem a gradientet. Ezt. Hát, hogy egy kicsit. Így. És most pedig ide megyek erre a legfelső rétegre, erre az üres rétegre, és ezt a díszt, ezt így megpróbálom megcsinálni, hogy milyen lenne. Aztán majd ezt formázhatjuk, tehát nem probléma, hogy hogy néz ki. Igen. Szerintem jó lesz. Így azért nagyjából látszik. Tehát lehet ilyen kis saját díszeket készíteni a preset sáp segítségével. Ezt egy kicsit még meg fogjuk formálni még hozzá úgy, hogy erre is adunk egy kis domborítást, hogy jobban nézzen ki. Ez alá is teszünk egy kis árnyékot, hogy még jobban nézzen ki. Látod, már egész jól mutat. És most szépen megnézem, hogy milyen ez, hogyha én rakok rá egy kis... Jó, ezt majd később akkor megtanuljuk. Tehát most ott van ez a kis díszem ott alól, egy díszes keretet kaptunk, és akár ezt ide fölőre és fölőre tehetem, méghozzá úgy, hogy rajta állok ezen a díszen, és fogok egy olyat csinálni, hogy duplikálte, ezt is tanultuk már, így most egymás tetején van kettő, és megfordítom a flippel, imás flip, és oda került, látod? Tehát oda is oda került, viszont szeretném én ezt megfordítani még jobban. Senki ne jegye meg, ide fog kerülni, de hogy ugyanabban magasságban legyen, ezért most én nem így ide fogom húzni, hanem a nyilamat fogom használni. Tehát a billentyűzetemben a nyilat fogom használni egészen addig, míg oda nem megy, ahova én szeretném. Ezt folyamatosan nyomom most, míg a kívánt eredményt meg nem kapom. Kis kitartás, mindjárt odaér. Mert így akkor nem mozdul el a magassága, tehát ugyanolyan magasságban lesz. Most figyelem itt alól, most már egyesével, hogy itt körülbelül hogy van alól a kis golyóm a képem alja, és nagyjából olyan távolságra rakom ezt is. Azt hiszem, így jó lesz. És most ez alá is teszünk egy árnyékot. Effect, 3D effect, drop shadow. Ott van. És egész jól mutat szerintem. Ezeket a rétegeket most fogom, tehát rákattintok, fogom, odahúzom a másik fölé, tehát itt van a két rétegem, ez a felső, látod, ez az alsó, és ezt a két réteget összevonom, layers, merge, low, ne legyen már itt annyi réteg, a két árnyékot is összevonhatom ugyanígy, tehát ez pedig az árnyéka, ami alatta van, látszik a képen, ahogy kattogtatom. Jó. Tehát most ez a hölgyike be van itt keretezve, viszont most én úgy érzem, hogy alul ez a minta, ez most még mindig nagyon erős. Tehát nekem nem kell, hogy ennyire erős legyen, szerintem 40-esre. Így még szebb, ha halványabb. 40-esre levettem a hátteret. És most pedig mit tegyünk még erre a képre, még akármit is tehetünk, keressünk valamit rá. Hát, fogalmam sincs, hogy mit fogunk rátenni, de most egy kicsit nézelődünk itt a képtárban, hogy mi az, amit még rátehetnénk. Mi az, ami még jól mutatna rajta. Talán egy jó kis párocska lenne jó, hogyha találnék színbe valami hasonlót. És akkor az egy megoldás lehet. Vannak nagyon szép ilyen festmények az interneten, érdemes ezeket lementegetni, mert lehet belőle ilyen klassz kis képeket készíteni és használni. Hopp, ott láttam jó kis párocskát. Viszont ez a nő, ez fekete hajú. Hát az is, akár az is lehetne. Megnézzük, mi lesz ebből.
más a stílus, de ha elhalványítom, akkor jó lesz talán. Tehát most azt fogom csinálni, hogy kijelölök ismét ebből is egy részt, amit szeretnék. Ekkora elég. Ezt be is zárom. Nem mentünk semmit. Pastenyú imázsal ott van a képem. És ebből a képből is készítünk egy maszkot, vagyis maszkolás módszerével egy tubét, ahogy az előbb a másikkal. Ez most szerencsénkre gyorsan meg lesz, de azért már így is jó hosszú lesz a videó. Nem baj. Mindig van valami. Látod, már itt van. Most megint összevonom a rétegeket, nehogy véletlenül elröntsek valamit aztán, és ezt kopizom. És megnézem, hogyha erre teszek egy új réteget, tehát legfelőre teszek egy új réteget, akkor ez itt milyen lesz. Paste, paste, az jó szelekciónnal. Nem kell megijedni ismét, hogy átlátszik, mert majd azon segítünk. Most ez kijelölődött, látod? Ki van jelölve. És ezért most a kijelölés még tart, addig ide bemegyek. Erre a kis képemre, ahol a hátterem van, ugye ez a patternből, amit készítettünk, és nyomok egy delete gombot. És ott most ki, ami látszik is, most a kijelölés hatására az ott szépen eltűnt egy része. És még mindig nyomok egy delete gombot, és amit úgy érzek, hogy nem jött össze, akkor a radírral egy kicsit még rádolgozunk. Ami nem biztos, hogy jó ötlet volt. Mert úgy látom, hogy... Ja, tudom már miért. A kijelölést azt meg kell szüntetni. Na most rontottam én el. Ugyanis még ki van jelölve, addig ez a kép lesz leradírozva. Most meg is mutatom mindjárt. Látod? Ez a kép. Most a visszanyíllal visszateszem persze. És a kijelölést meg kell szüntetni, és utána lehet ezen a réteg, erre a rétegre ráállni, és nagyjából a két alakomnak a körvonalába egy radírozást érdemes csinálni. És most ezt a réteget megnézem, hogy milyen volna, ha duplikálnám. Azaz még egyszer rátenném. Igen, azt hiszem, hogy ez így jobb lesz. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem ez így sokkal szebb lett. És most, mivel ez mindig egy képnek kell, hogy fő alakja legyen. Itt most két fő alakon van. Ez is sötét, ez is sötét. Ezért most ebből egy picit fogok halványítani. Tehát egy picikét, hogy még látszódjon az arca. Egy 70-es, 69-es jó. És ugyan itt a keret dominál, de itt viszont az alakon, két alakon fog dominálni. És ezzel már is készen vagyunk egy képpel. Igazából itt már csak keretezni kell, nevet ráírni, és már kész is van. Esetleg lehet csillizni. Annyira nem vagyok vele megelégedve, ezt meg kell mondjam, de nem nagyon tetszik ez a háttér, amit végül választottam. Ez a hátterem. Ez igazából nem jön össze nekem, nem nagyon tetszik. Még módosíthatok talán annyit, hogy a textúrával lehet, hogy szebbé tudom tenni. Mindjárt keresek valami olyan textúrát, amivel esetleg lehet rajta változtatni, és valahogy egy kicsit elvonatkoztatni attól, ahogy most kinéz, mert nekem nem nagyon tetszik. De hát tanulásnak azért gondolom jó volt. Hát így talán elmegy. Na, nem fogom publikálni ezt a képem se, az már biztos, mert nem tetszik igazából, de
amit akartam, elmagyaráztam rajta, akkor nézzük, mit is tanultunk, gyorsan megmutatom. Megtanultuk ugye az elkészítését, hogy ezt patternnek meg tudjuk csinálni, háttérnek, hogyan lehet megcsinálni egy egyszerű kis képből. Tehát ezt megtanultunk használni, hogy a szelekción tolba van ovális kör és sokféle más. Tanultunk preset sápéról, hogy itt vannak különböző kis képecskék, amit lehet így rátenni a képünkre. Nagyon fontos dolog, hogy itt a pipákat nézzétek meg így legyen, mert így jön ki a szín. Ha ezt itt bepipálom, akkor fekete lesz, tehát nem olyan lesz a színe a kis rajzolt képünknek, amilyennek szeretnénk. Tehát ezeket a beállításokat most így nézzétek át, és a tiétek is ilyen legyen. Ismét elővettük a kis radírunkat, megtanultuk, hogyan lehet radírozni, hogy a kis képünket ide tudjuk másolni, árnyékot tettünk alá. Szóval azért tanultunk most is egy pár új dolgot, bízom benne, hogy van benne olyan, amit tudtok hasznosítani. Egyelőre ennyi, mert nagyon hosszú már ez a videó, egy év lesz, mire föltöltöm. És azt sem biztos, hogy ki tudom kapcsolni most, úgyhogy lecsukom a programomat. És akkor sziasztok! Remélem azért ez is hasznos volt.